Jó napot kívánok! Köszöntjük Önöket itt a Kazinczy Ferenc Múzeum udvarán. Most nem a raktárból jelentkezünk, hanem kipakoltuk ezeket a bemutatandó eszközöket az udvarra. Ugye a kovács mesterséggel már foglalkoztunk, amikor a kovács fújtatókat bemutattuk, de ugye a kovács műhely felszereléseknek egy másik csoportját lehet látni, a kézi szerszámok csoportját, amelyeket mindig valamiféle szerszám rámában helyeztek el, ugye amit itt is lehet látni. És milyen kézi szerszámokat használtak a kovácsok? Hát például különböző fogókat, ugye amivel magát a megmunkálandó vas anyagot megfogták, és ugye ezzel hűtötték, és természetesen a kovácsolás, az alakítás folyamatában is tartani kellett az izzóvasat. Közben az is eszembe jut, hogy talán arról nem beszéltünk a múltkor, hogy a kovács mesterségben voltak különböző specializációk, tehát voltak fegyverkovácsok, voltak szegkovácsok, voltak középkorban még páncélkovácsok, voltak, akik csak patkolással foglalkoztak, patkolókovácsok, tehát sokféle részre tagolódott ez a mesterség. Itt ezen a rámán a különböző kalapácsok vannak, ugye ezzel nem csak, hogy ütötték a izzóvasat, hanem például formázták is, hiszen vannak olyan kalapácsok, amelyeknek az egyik oldala alkalmas volt a formázásra, tehát valamilyen alakítás történt rajta. Egyébként érdekes, mert a szerszámoknak az egy részét maguk a kovácsmesterek el tudták készíteni. Voltak olyan kalapácsok is, amivel lyukasztottak, tehát ugye ezt rátették egy vasra, és felülről ütötték, és akkor az természetesen alakította az izzóvasat. És érdekes, itt már egy kicsit modern darab is bekerült, hiszen ez egy sin darab, amit szintén az alakításra használhattak. És ugye voltak olyan eszközök is, amelyeket az üllőnek volt egy olyan része, amiben bele lehetett ezeket helyezni. És ugye ezzel például vagy formázták, vagy pedig vágták a vasat, tehát attól függően, hogy volt kialakítva az éle, hajlítani, illetve vágni lehetett vele. És itt is lehet látni különböző formázó mintákat. Tehát ezek a darabok, ezek mind az üllőbe behelyezhető darabok voltak. Ezzel például bordázták a vasat. Ami jelen pillanatban még hiányzik a múzeum gyűjteményéből, az a kovács üllő, tehát ebből a kovács mesterségnek a szerszám készletéből az sajnos jelen pillanatban még nekünk nincs. Köszönjük szépen a figyelmüket, várjuk Önöket egy hét múlva is itt a Kazinczy Ferenc Múzeum raktárában. A viszontlátásra!